úgy gondoltuk, hogy mivel az idén zárni kell ezt a projektet, ezt a Troubadours 20+ nemzetközi kulturális projektet, hogy akkor hozzuk össze már ezt az utazást, ami igazából nem Budapesttől Szabadkáig, később Újvidékig történt, ahogy terveztük, hanem Szabadka és Zombor közt. Tehát én örülök annak, hogy legalább a hazai zenészekkel sikerült összehozni egy olyan programot, ahol be tudjuk mutatni a kreativitásukat és az együttműködésüket. Eredetiben ez a projekt az úgy volt elképzelve, hogy utaztassuk a zenészeket vonatokkal Európában. Arról készült is egy kis dokumentumfilm Brüsszel és Lille között 2019-ben. Ez lesz annak a dokumentumfilmnek a folytatása, mondom igaz, csak helyi zenészekkel. Amikor mondom helyi, akkor szabadkai, csantavéri, újvidéki, belgrádi, nagybecskereki zenészek, akik itt vannak. Soñenos de arena, los caminos de Sirkeji, soñenos de arena, yo iré y tornaré frente a ti, morena, yo iré y
Ennyi kellett, amennyi itt történt. Nem, ez elő van készítve már régóta. Nem, ez csak egy pillanat, amikor az létrejöhet. És mi nem csinálunk más, csak vadásszuk ezeket a kis pillanatokat, amikor ilyeneket tudunk csinálni. Mikor izgalmas emberekkel találkozunk, izgalmas előadókkal, akik tudják a közös muzsikának, ismerik a közös muzsikának az örömét. Ezt ismerni kell. A közös muzsikának az örömét. Akkor történik ez a csoda, ami történik, hogy mindannyian ugyanolyan boldogak vagyunk, pedig fél órával ezelőtt nem is tudtuk, hogy kik ők, meg ők se. Ők se tudták, hogy kik vagyunk mi. Ez egy ilyen izgalmas dolog. Ennek örül minden zenész, aki ilyen izgalmak után vágy. Az ismeretlen. Az ismeretlennel való játék, mert ez nem küzdelem, ez játék, ez inkább játék. A zenészek, mint minden művész, szerintem mindig infantilisek, még gyerekek, és ilyenek. A puszta játék öröme hozza létre ezt az örömet, ami itt van, ha a játék működik. Ehhez persze kell, hogy képzett legyen a zenész, kell, hogy legyen érzése, kell. De ha ez a... Ha nincs ez a nyitottság, nyitottság a jó szó, amikor valaki nyitott erre, hogy na hát akkor gyerünk, ezt nem ismerem, de kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok, akarok ezzel találkozni. Ez a motto, ezt tudom mondani mindenkinek. Ne féljetek az ismeretlentől, hanem bátran előre, és akkor történnek a csodák. U principu, eto, da sam ja glavni krivac muzike koju sviramo, jel sviramo moju autorsku muziku, ali ono što treba da znate zapravo je da je u stvari naša zajednička. Taj, ne znam kako to sve da nazovem, a da ne bude nešto banalno. Naše zajedničko muziciranje u stvari proizvodi emociju koju se trudimo da prenesemo na publiku kad god. To je mešavina nekih žanrova. Ja sam od nekog kabareja pošao pa do mediteranske muzike, pa do balkanske muzike, world music u nekom žanru, ali sam ga ja nazvao u jednom momentu kamerno-kafanski pravac. To je KK, to je u stvari naš žanr, najnoviji koji već negujemo 10 godina, pošto imamo dva albuma, evo sad je na putu i treći. Kamerni zato što jesmo neka celina kamerna i tako i muziciramo, a kafanski zato što ne zbog kafane da smo mi nešto za kafanu band, nego negujemo emocije koje ljudi razmenaju po kafanama, ajde tako kažem. Sve je to zbog emocija, ja bih rekao. I zbog muzike i da, eto.
živimo kroz to što sviramo i da stvaramo. Mislim da je to, nema lepše. Pa dobro, mi pričamo nekim jezikom koji je nama blizak, koji možda nekom prosečnom čovjeku koji ne svira i ne zna o čemu se radi i ne najjasnije kako to sve, ali meni se jako dopalo. Evo, bukvalno smo upoznali ljude pre 20 minuta i s njima zasvirali. Je li ima lepše? Akár szervezed vagy nem, de mindig meglepítsz azon, hogy milyen energia jön létre. És láttuk azt a vonaton is, ugye, hogy először találkoztak a Frame Trio, a Miroslav Jovancsics és illetve Bakos Árpi, és nagyon szépen már az elsőből nagyon szépen kommunikáltak, és nagyon szép párbeszéd volt ez, és várjuk majd, hogy itten is leadjanak egy ilyen koncertet. Ugye ez az egész programban, ez a Troubadour 2020-as projekt, ez egy kreatív európás projekt, amit a belga, francia, magyar és a szerb kultúrpartnerek hoztak össze. A szerbi oldalról mi, mint Etnofest vagyunk ebben. És sikerült ebbe az egész projektben azt az ötletet valahogy befűzni, hogy utazzunk vonatokkal is. Igazából ez ugye nem egy új dolog, mert a zenészek már régóta utaznak vonatokon. De akartuk valamilyen szinten megmondani azt, hogy ennek van gyökere is. És ennek a gyökere a Sinóbusz Fesztivál, amit én nagyon élveztem. És ezúton köszönöm a srácoknak, akik ezt létrehozták a fesztivált, és még 2-3 évvel ezelőtt, mikor írtuk ezt a projektet, akkor azt mondták, hogy jó, persze, hogy ezt az ötletet ezt tovább lehet vinni. Nem mint csempész, kultúrcsempész fesztivál, mint az a Sinóbusz Fesztivál volt. De hát ez is egy bizonyos kultúrcsempészkedés, mert beugrunk a vonatokra, és zenélünk, ahol az emberek nem gondolták, hogy ilyen valami történni fog, ugye ilyen flashmob dolog történni fog, és ez valamilyenféle közönségfejlesztés is. Szóval, hogy várathatlan helyeken összehozzunk koncerteket, hogy az embereknek legalább ilyen kis kanálra adagoljuk a kultúrát. We'll be right back.
igazából, hogyha megkapjuk azt a pozitív visszajelzést, ami most is megtörtént, akkor mi nálunk rögtön elkezdenek munkálni ezek a pozitív energiák, itt zenekoron belül is, és mindjárt le tudjuk reagálni, úgyhogy igazából szerintem tök mindegy, hogy nagyobb közönség előtt történik ez, vagy kisebb közönség előtt. Nekünk igazából ugyanazt az élményt tudja nyújtani, és most is tök jó volt igazából látni ezt, hogy már csak egy picit, hogy két perc, és de megálltak az emberek, és mielőtt felszálltak volna a következő járatra, hogy megálltak, és így néztek minket, vagy adott esetben felvettek telefonra, vagy kaptunk egy picit tapsot, tehát ez tök jó érzés volt, úgyhogy élmény.
Hvala lijepo, köszönjük szépen! Hvala, to su ovi tako novo nastali pop-up koncerti, to je meni super stvar. Iskustvo moje vezano za takve koncerte jeste da ti u stvari dobiješ neku novu vrstu publike koja ti ne bi bila na koncertima, to je možda neka najbolja stvar, da ne znam, u ovom momentu ljudi koji čekaju voz ili u momentu kad smo bili u vozu, ljudi koji putuju, koji ne očekuju koncert, dobiju neki kulturni sadržaj, što je mislim da je super. Ha túl önző az ember, akkor az pofátlanság. Mert van egy ilyen, ezek ilyen nem írott szabályok, jó? Ez a kifejezés, hogy nem írott szabály? Hát ez a nem írott szabály, ez az intelligens zenésznek körülbelül úgy jön le, hogy nem vagy egy magadott, és a többiek, akik melletted vannak, nem azért vannak ott, hogy téged kiszolgáljanak, hanem azért vannak ott, hogy közösen hozzatok létre valamit. És hogyha ez megvan, akkor minden helyen van. Ha minden előadó ilyen hozzáállással rendelkezik, hogy meg tudja ezt érteni. Ezt. Tehát a közös muzsikálás az mindig egy olyan, hogy a számtalan kis része adja meg az egységet. Soha nincs az, hogy van egy, és a többiek a saláták. Minden művésznek van egy egója. Van egy, ez mindenki. De most ezt az egót hogyan kezelni? Mit kezdeni vele? Taposni mindenkit? Vagy egyszerűen kihasználni az egónak az erejét, az energiáját, de engedni, hogy a többiek ezt táplálják, és ebből jön egy csoda létre. Ez az. Úgyhogy én nem nagyon szeretek belekeveredni a dolgokba, de mikor van lehetőség, akkor ott vagyok mindig. Szóval mindig elkapom a lehetőséget. Nagyon könnyű volt. Hát Miroslav is az előbb elmondta, hogy igazából csak a pillanatot várja az ember, hogy összeakadjon hasonló szörű, hasonló gondolkodású emberekkel, akikkel egy hullámhosszon van. És nem is kell sokat beszélni, és az is mindegy, hogy most ez macedón dal, ez szerb, ez magyar dal. Ugyanúgy át tudjuk venni egymás vibrációit, vibrálását, és már is együtt tudunk játszani. És velük meg ez nagyon könnyen, mert nyitottak voltak ők is, mi is. Úgyhogy csak annyi kérlek, hogy na, akkor mit játszunk, és már ment is a dal.
korog a képzelet. Menekülj a húsodra, éhezik, forog a mennyezet. Mindenki némán üvöltözik, körbe von a látomás, ne is lássa, hogy nem vagy itt igazából. Jó ez így, inkább elfutok, kergetem magam tovább illúziókban. Táncol az ég mesztelen testén, veled a messzeségben. De látod a végtelen végén, körbe von a látomás, ne is lássa, hogy nem vagy itt igazából. Jó ez így, inkább elfutok, gergetem magam tovább illúziókban. Töredezik a kép, a szocilánkokra esik szét. Töredezik a kép, a szocilánkokra esik szét. Fado zapravo znači i ljubav, i radost, i mir, i tuga, i seta, sve u jednom istom. Ja bih rekla pomirena tuga. Gasta para ti, pois tudo ama no doma diz que estás sempre comigo. Eu sei, meu amor, que nem chegaste de partir, pois tudo ama no doma diz que estás sempre comigo. De manhã que amer, que me chás vai acordai tremendo, dai, dai, tanaraia. Mas logo os teus olhos dizeram que não, e o sol penetrou
teu coração. Mas logo os teus olhos disseram que não, e isso penetrou no meu coração. Vi depois-te numa racha uma cruz, e o teu barco negro dançava na luz. E te abraços fascinando em três velas e guias soldas. Dizem-me a velas da praia que não voltas. Se agulhei o que calas, areia nos vidros, mas logo que canta no fogo mortis, no calai do leito dos bocos, fazia-os dentro do meu peito, estás sempre comigo. No calai do leito dos bocos, fazia-os dentro do meu peito, estás sempre comigo. Hvala vam najljepše. Branko Trić, moje ime Nevno Filipović, hvala vam puno. Duo me u fadu. Thank you.
vagyok az, aki nem jó. Felleg ajtót nyitogató. Nyitogatom a felleget, sírok alatt a felleget. Ifjúságom telik el, azért a szívem hasar el. Köszönjük szépen, pár léka!
Thank you.
Thank you.